Börtönben voltam, és meglátogattatok, olvashatjuk a Bibliában. De vajon miként változtathatják meg ezek a találkozások az ember életét? Hogyan lehet hirdetni Isten országát a börtönfalai között? És van-e szabadulás a bűnök rabságából? Az Agapé asztalánál vendégeinkkel ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat. Várnagy Andrea. Liszt Ferenc díjas zongoraművész, a Zenevarázslat mozgalom megalapítója és egy nagyszabású zenei börtönmissziós program vezetője. Művészi mentorálásával 10 hazai börtönben dolgozták fel többek között a 10 parancsolatot és a 7 főbűnt színdarabok előadások formájában. Ahogy ő fogalmaz, a zene erejével szeretné a hit felé megnyitni a szíveket a börtönrácsok mögött. Boros Lajos, a Magyarországi Baptista Egyház börtönmissziójának vezetője. Ő maga sorozatos bűncselekmények elkövetése miatt összesen 30 évig ült börtönben, ott a Váci Fegyházban tért meg. 2015-ben 56 évesen szabadult, ma boldog férj és családapa. Személyes küldetésének érzi, hogy tanúságot tegyen arról, miként változtatta meg az életét Isten a rácsok mögött. Tarján Gabriella. A Mécses Szeretetszolgálat elnöke, amely egyesület 2023-ban az év önkéntes programja díjnyertese lett. Tagjai olyan fogvatartottakkal leveleznek, akik jobbára már minden kapcsolatot elveszítettek a külvilággal. Gabriella korábban építőmérnökként tanított a Műszaki Egyetemen. Saját megfogalmazása szerint ma már emberek között épít hidakat. Gottfried Richard, református lelkipásztor. Börtönmissziós szolgálatát több mint 30 éve kezdte, először még civil segítőként. A Váci Fegyház és börtönben 2015 óta látja el a lelkészi szolgálatot. Vallja, a börtönökben nem embereket, hanem sorsokat őriznek, az ő feladata pedig az, hogy hirdesse Isten országát, a többit már az Úr végzi el a szívekben. Börtönben voltam és meglátogattatok, olvassuk a Szentírásban. A ti életetekben ez egy nagyon fontos igei szakasz. Azt kérdezném tőletek itt a beszélgetés elején, és nagyon szépen köszönöm, hogy tegeződhetünk ma este, hogy mennyire változtatta meg az életeteket, amikor elkezdtétek szó szerint venni a Szentírást, és szó szerint élni. Nekem az életem megmentését eredményezte igazából. Azt gondolom, hogy ha nem találkozom Isten kegyelmével és a Szentírással, akkor talán ma nem lennék itt. Talán nem is élnék, vagy esetleg egy börtönben lennék. Az életemet mentette meg a Szentírásnak a valósága, igazsága és ereje. Hát a múltamat tekintve ugyanazt mondom, mint a Ricsi, hogy ha nem is azt mondanám, hogy nem itt lennék ennél az asztalnál, vagy hogy nem élnék, hanem hogy a szószoros értelemben valamelyik büntetésemet tölteném, mert ugye hetedikbe tértem meg és találkoztam az Úr Jézussal. Tehát Isten jelenléte az életemben egyetlen szóval kifejezve mit jelent, azt tudom mondani, hogy mindent. Tehát neki köszönhetem a gyermekeimet, a feleségemet, ezt a percet, ahogy most itt ülhetek, úgyhogy mindent neki köszönhetek. Azt gondolom, hogy egy olyan egyszerű kérdés hangzott el, és pont az jutott eszembe, hogy a legnehezebb válasz az ember megfogalmazni, hogy mekkora hála van a szívében azért, mert Isten megkereste, hogy átadhatta az életét Istennek, és az a felismerés, hogy mindennek ő a forrása, és minden hálám felé száll. Nagyon sokszor azt szoktam mondani a gyerekeimnek, hogy egyáltalán hogy lehet azt gondolni, vagy feltenni ezt a kérdést, hogy van-e Isten. Ennél nyilvánvalóbb dolog nincs is. Gabi, mit jelent neked a Szentírásnak ez az üzenete? Nekem nagyon megváltoztatta az életemet ez a börtönmisszió. Előtte én is, meg a férjem is katolikus családban nőttünk föl, és gyakorló vallásosak voltunk, és azt hittük magunkról, hogy na hát mi aztán már tényleg teljesen hiszünk, szolgálunk. És amikor be kellett mennünk a börtönbe ahhoz, hogy valódi találkozást éljünk meg az Istennel, és élővé váljon a hitünk, egy egészen más élményeket adott nekünk, mint az addigi vallásgyakorlásunk.
De hát erről nagyon hozzá tudnék mesélni, úgyhogy... Akkor kezdjük el kifejteni, mert mindannyiótok története nagyon-nagyon érdekes. De ha már missziós terület, annyiféle misszió van, és talán az egyik legnehezebbel, vagy legfurcsábbal, vagy kívülről a legmisztikusabbal kezdtetek el foglalkozni. Miért pont a börtönmisszió? Ezt mondjátok el, kérlek szépen. Hát én azt gondolom, hogy nincsenek véletlenek, hogy a véletlen Isten fedőneve, az ebben a börtönmisszióban mindenképpen megnyilvánul, hiszen én tényleg egy véletlen folytán kerültem a börtönök közé. Ez csillogó színpadi világból egyszer csak ott találtam magam, Balassagyarmaton. Egyébként tényleg egy olyan érdekes indítatással, hogy Böjte Csabával Mátra Verebély Szentkúton volt egy szentmise, ahol én játszottam, és utána Csaba testvér azt mondta, hogy mi lenne, hogyha elmennék Balassagyarmatra, és ott a raboknak zongoráznék. És egy kicsit úgy meg is lepett a kérdés, mert azt gondoltam, hogy hát klasszikus zenét és ennek az üzenetét ugyan hogyan fogják majd kezelni, hogyan fogják fogadni az elítéltek. És én sosem felejtem ezt az első pillanatot, hogy ott ültek az egyenruhájukba, és amikor felhangzott Liszt második magyar rapszódiája, akkor láttam a nagy mosolyokat, és pontosan ott voltak azok a könnyek, mint a legszebb koncerttermekben egy Chopin ámol keringő után. És nagyon érdekes volt, mert utána parancsnok úr engem felhívott, és azt mondta, hogy úgy lenyugodtak, úgy megbékéltek a zene által az elítéltek, és mi lenne, hogyha folytatnánk ezt a munkát. És mondtam, hogy hát nagyon szívesen, nekem ez a dolgom, hogy az embereknek az életébe örömet hozzak a zene által, és aztán elmentem, és egyszerűen Isten annyira vezetett ezen az úton, hogy bele kell kapcsolódnom egy alkotói folyamatban, aztán bizalmat kaptam, egy nagyon megtisztelő bizalmat, hogy mentorálhatom ezt a hatalmas programot, ahol 10 fegyintézet vesz részt minden évben ebben a művészi reintegrációban, és aztán nyíltak az ajtók, jöttek a csodák, és Isten áldásai végezen az úton. Hát nekem a munkámból kifolyólag, hogy a baptista egyházon belül a börtönmisszióban tevékenykedem, és az én kötődésem a falakon belülre vezet, olyan formán, hogy amit az előbb említettem, hogy én rabként értem meg az Istenhez. Amikor és már 7-szerre ítéltek el. Igen. Összesen 30 évig voltam. Valamennyivel több, mint 30 évet töltöttem a rácsokban. Ez egy borzalmas. Hogy történt ez a megtérés? A Biblia egyik legszebb igéje számomra úgy hangzik, hogy megjelent egy ember, akit az Isten küldött. És az én életemben is így volt, hogy mikor tőlem kérdezik, hogy te hogy tértél meg reformátusoknál, baptistáknál, katolikusoknál, ki volt a lelkész, ki volt a pap, akkor amikor a bizonyságomat mondom, akkor el szoktam, hogy egy másik rabnak a bizonyságtétele nyomán fogadtam el az Úr Jézust. A börtön egyik munkahelyén, a dohányzóba az egyik megkötözöttségem a napi 40-50 cigaretta volt. Füstöltem, ahol egy másik rabot fölkérdezett az ott álló társaság, hogy igaz-e, hogy te megtértél. És erről a férfiről ez hír lett. Én nem ismertem egyébként őt, és még a többi kinevette a válaszra, hogy kibe hiszel, még mibe hiszel, hiszek az Atya Isten bűző fiába, az Úr Jézusba. Én ott maradtam. És mondtam neki, ha te ismered Isten, beszélj nekem az Istenről. És tulajdonképpen ott értettem meg életemben először az evangéliumot. Előtte is hallottam temetésen, esküvőn, aluljáróba, vagy nem tudom, de hogy soha nem értettem én ezt meg a szívemmel. Azt mondják, a világ leghosszabb útja az ember fülétől a szívéig vezet. Hogy nekem ott jött, nekem a Bibliámban be van írva az egyik igerésznél az, hogy Úr Jézus, köszönöm, hogy felismertem az én meglátogatásom idejét. Mert hogy az volt az én órám, azt gondolom, és ezt követte aznap éjjel egy nagyon mély bűnvallás, egy őszint összetörés Isten jelenlétébe, és számoltam el az egész múltammal Isten előtt, és tulajdonképpen akkor kezdődött az én új életem, és kezdődött egy olyan missziós munka, aminek nem voltam én ennek tudatában, hanem csak tettem azt, ami, mint hogy lélegzünk, vagy cselekszünk, vagy hogy meleg a bőrünk, vagy csillog a szemünk, ez nem egy produkció, hanem az élet jele is. És akkor valaki megtér, én azt gondolom, hogy az Isten a szívébe helyez egy olyan vágyat, hogy ezt továbbadjam. És ez ment a falakon belül, nagyon hosszú időn keresztül, megtérésem után ügyeket vállaltam el, amiért nem biztos, hogy elítéltek volna. És kaptam még 12 évet, és egy több mint 20 éves ítéletet kezdtem el tölteni, aminek a legelején tértem meg az Istenhez, tehát kb. Másfél év után, bekerülésem után, és szabadulásomat követően, most 9. éve van már,
a kinti világba folytatom azt, amit bent tettem. Van egy olyan része is ennek a szolgálatnak, hogy visszajárok a börtönbe rendszeresen. Egy nagyon jó üzenettel. Hiszem azt, hogy talán az életem adhat reménységet, ezt mondom kisbetűvel, hogy tudja használni Isten azok felé, a rabok felé, akik elindulnak oda bent egy ilyen úton, a kereszténységnek az útján, hogy igenis ebből a mókuskerékből ki lehet szállni, amikor azt arról beszélek, hogy egy leírt élet, aminek már nincs jövője a társadalom szemszögéből nézve, ma gyermekeket nevel, házasságba él, a börtönbe jár vissza, és a megkötözöttségeitől szabad. Ezért egyedül az Isteni a dicsőség, mert ő adott nekem ehhez erőt. Mesélj majd arról, kérlek, hogy milyen visszajárni, és így missziót teljesíteni. Viszont ha jól tudom, akkor ti nagyjából váltottátok egymást Richarddal, már mint olyan értelemben, hogy Lajos, amikor te szabadultál, Richard körülbelül akkor került oda a Váci Fegyházba börtönlelkészként. Igen, voltak közös éveink, de igen, tehát igen, nekem összességében elhívásom volt erre a szolgálatra, tehát amikor megtértem, nagyon mélyről érkeztem, és amikor Isten onnan kihívott abból a mélységből, akkor azt mondtam, hogy ha nekem ez elegendő volt, akkor bárkinek elegendő lesz. Tehát ténylegesen mindig is vágytam, hogy szolgálhassa börtönbe. 98-tól járok be börtönökbe, és 2015. február 1-től lettem Vácon jogerősen börtönlelkész, és valóban a Kalajos még ott volt azon a helyen, és voltak közös hónapjaink. Meglepő volt különösen azt így jó elmondani, utólag visszanézve, hogy ugye ő egy olyan ügyet is elvállalt, amiért nem tudom, hogy leültették volna, börtönbe került volna, de mégis ugye ő ezt elvállalta Isten előtt, és hitből vállalta el. És meglepő volt azt látni, én akkor már börtönlelkészként láttam, hogy Lajoshoz több ember, több csoport is bejött, hogy Lajos, gyere hozzánk dolgozni, szolgálni, élni, azért, mert tudjuk, hogy te egy biztos ember vagy. És megrendítő volt, hogy egy 22 éves ítélet után emberek keresik meg Lajost, és akarnak vele dolgozni, többen is, és Lajos tudott válogatni is, és jól döntött szerintem. Te is jól döntöttél a saját életedben? Tehát helyeden vagy börtönlelkészként? Mert igen. Biztos, hogy nem egy könnyű missziós terep a tiéd. Igen, maximálisan úgy érzem, hogy a helyemben vagyok, a lehető legjobb helyen vagyok, és tudok ebben kiteljesedni és szolgálni. Ténylegesen, ahogy mondtam az imént, nekem ez tényleg egy elhívás. Tehát az elhívás valami olyan, nem lehet megfogalmazni, olyasmi, mint a szerelem, hogy megkérdezik, hogy miért őt szereted. Mert őt szeretem. De miért? Nem tudod megfogalmazni magas, alacsony, milyen a szeme. Nem is az, hanem úgy őt szereted. És amikor én tényleg megtértem, akkor ténylegesen így beakadt, nem tudom másképp kifejezni, hogy én ebben a szolgálatban akarok szolgálni. Amint lehetett, egyből akartam én szolgálni, és már igyekeztem nagyon hamar bekerülni börtönbe szolgálat címszóval. Amikor 1998-ban fölvettek a teológiára, az első utam egy börtönbe vezetett, amikor megkaptam volna úgymond a támogatást, hogy akkor én teológus hallgató vagyok, akkor azzal a vehemenciával mentem a börtönbe, és tényleg a teológia évek alatt végig szolgáltam, és a legjobb, tehát a helyemen érzem magam. Nyilván vannak nehéz napok, nehéz helyzetek, de összességében a feleségem szokta mondani, hogy ő látja rajtam, ő, hogy valóban azt látja, hogy tényleg ez az elhívásom, hiszen én ebben boldog vagyok, és ha el is fáradok fizikailag, néha mentálisan is, mégis azt látja, hogy én másnap örömmel megyek be, és nem sopánkodom, nem panaszkodom, hanem megyek és készülök. Úgyhogy tényleg az elhívásom, a legjobb helyen vagyok. Gabi, te pedig egy olyan szeretett szolgálat vezetője vagy önkéntesként, amely kifejezetten és kizárólag a börtönpasztorációra, a börtönmisszióra koncentrál. Így van. Mi vezetett téged a mécses szeretett szolgálathoz? Prózaibb volt az én elhívásomnak a kezdete. Ferenc pápa megválasztásával kezdtünk el rajta gondolkozni az ő meghívására, hogy most már a rászorulók felé kéne fordulni nekünk is, a férjemmel, és hogy valamit mi is tegyünk, és akkor ezt évekig kerestük, és hát a prózai ok az volt, hogy elém került egy ilyen szolgálat, ami a Mécsesnek egy levelező szolgálata van, ami anonim levelező szolgálat, és otthonról lehet végezni, és négy kisgyerek mellett ez egy, hát egy ilyen rugalmas és egyszerű feladatnak tűnt, hogy mégis én is tudok valakinek segíteni, úgyhogy én ezért kezdtem. Ez azt jelenti a gyakorlatban a levelező szolgálat, hogy? Hogy mi elsősorban kapcsolat nélküli fogvatartottakkal, tehát magukra maradt fogvatartottakkal vállalunk egy levelezést, egy emberi kapcsolatot szeretnénk építeni velük.
És hát ebbe szálltam be én 7 évvel ezelőtt, és akkor volt nekem is egy ilyen nagyon komoly pillanata azért az életemnek, amit úgy hívok, hogy a pálfordulásom. Ez eléggé az elején volt, amikor megérkezett a levelező társunknak talán a másik vagy harmadik levele, és én akkor rájöttem, hogy hát az ő neve rajtam a borítékon, csak az enyém nem, és én rákerestem az interneten, hogy hát ha megtalálom, és meg is találtam, és kijött egy rettenetes, bestiálisan kegyetlen szörnyűségesnek leírt bűntény, amit azóta tudok, hogy nem is így történt, nem is ez történt, de hát az sokkolt. Tehát nagyon-nagyon megijedtem. Tehát én naívan vágtam ebbe bele, hogy ez egy könnyű szolgálat lesz, és akkor már a családom is bevonódott, mert nagyon hamar meg tudtuk szeretni a levelező társunkat, és én nagyon meg voltam ijedve, hogy mibe kevertem a családomat, te jó ég, és akkor elővettem újra a leveleket, ott ültem szembe a képernyővel, és újra elolvastam a leveleket, és azt éreztem, hogy nem létezik, hogy ugyanez ez az ember írta ezeket a leveleket, mint aki abba a cikkekben van sütött belőle az emberség. És azt éreztem, hogy én ezt az embert meg szeretném ismerni. És ezt úgy folytottam le utólag, hogy abban a pillanatban az Isten szemével tudtam látni egy börtönben ülő elítéltet. És ez megváltoztatta az életemet, a világképemet, ahogy az emberekre nézek, a saját kapcsolataimra nézek, és ez folyik már 7 éve, és hát igen, odáig vezetett, hogy most már a Mécsesnek a vezetője is lettem, és én előtte építőmérnöknek tanultam, és a Műszaki Egyetemen tanítottam, és azt mondtam, hogy a valódi hidak helyett most emberek között építek hidakat, úgyhogy, és úgy érzem, én is érzem azt, hogy elhívást kaptam erre. Tehát misszióba indultál, de te tértél meg elsőként ebben a misszióban. Igen, pontosan. Törvényszerű? Ebben a világban ez mindig így van, hogy aki misszióba indul, attól vár az Isten először változást? Vagy ez egy nagyon sajátos életút volt, amit Gabi bejárt? Hát ugye, arról tudunk beszélni, ami a szívünket megtölti. Hogyha a szívünk üres, akkor nem tudunk miről beszélni. Van egy klasszikus mondatom, amit szoktam idézni ilyenkor a Siklós Józsi bácsinak, van egy mondat, aki az Iszákos mentő misszióba szolgált reformátusoknál, ő mondja mindig azt, hogy a lélekmentés szenvedélye nélkül mit lődöröksz testvére furcsa pályán. Ez egy nagyon mély mondat, hogy a lélekmentés szenvedélye, hogy legyen ott bennem az, hogy én nekem van egy kincsem, amit én szeretik megosztani mindenkivel, aki hagyja, aki engedi a lélekmentés szenvedélyét. De meg az jutott eszembe, hogy Istennek milyen ötletei vannak, és így hallgattalak titeket, és hogy elhívás, és hogy milyen hálás lehet a szívem, hogy egy kicsit úgy érzem, hogy én kiválasztottam, tehát én nem kerestem ezt a lehetőséget, én nem is igazán éreztem, hogy ebben részt kell vennem, hiszen zongorázom, tehát én a koncertszínpadokon állok, és hogy valóban oda beléptem, és ahogy a Lajost hallgattam, nagyon sok minden megfogalmazódott bennem, hogy a példa például, hogy teljesen kicsik leszűkítettek a lehetőségek, és mennyire kirajzolódik Isten igéje, akár a 10 parancsolat, akár a bűnök, akár az erények felismerése, és én mindig azt mondom, hogy a példamutatás rendkívül fontos, és a külvilág számára milyen fontos, és valahogy azt érzem a börtönökben, hogy a külvilágban a hívő emberek egy picit keresik a Bibliában a zárójeleket és a lábjegyzeteket is. Ott fekete-fehérek a dolgok. Tehát ott vannak egyértelmű dolgok, amit igenis így szól a parancsolat. És amikor ezt kifejtjük a művészet által, akkor én azt hiszem, hogy ott tényleg fundamentumok születnek meg, és pontosan az elítéltek életében olyan művészet általi felismerések, amelyek egy olyan irányba indítják el őket, amely a szebb, az igazabb és a jobb élet felé mutat. Gyakorlatilag mert a hidat a művészet által építjük a két világ közé. És rendkívüli gazdagító számomra is, és engem is nagyon sokat formál azon az úton, amikor kiállok a nagy színpadokra, hogy mit is hozok magammal a börtönből. Soha nem gondoltam olyan dolgokra, hogy milyen boldogság, ha egy nyári délután kijön az ember a női börtönből, és fel tudja hívni a 3 gyerekét, hogy nem sokára otthon leszek, és megölellek titeket, és elmegyünk együtt pizzázni. Tehát, hogy van-e a szabadságnak úgy értéke, vagy az a kérdés az emberben megfogalmazódik, hogy,
hogy vágyom-e arra, ami az enyém, vagy mindig olyan célokat tűzök ki, ami olyan elérhetetlennek tűnik, vagy pedig meg tudom hálával azt köszönni, hogy ezek mind az én ajándékaim onnan fentről. Hát azt gondolom, hogy a társadalomnak szemszögéből nézve az emberek nagy többségében van egy olyan sztereotípia kialakulva, egy olyan látás a börtönök világába és a rabokkal kapcsolatban, ami egy nagyon leírt kép, és hogy ennek nyilván van alapja. De hogy ott is vannak emberek, akik szeretnének nagyon sokan abból a mókuskerékből kiszabadulni, abból az örvényből kiszabadulni, amiben valamikor belekerült az életük. Vannak szenvedélyek ebbe a világba, amik maga alá gyűrik az embert. Úgynevezett megkötözöttségek. Én úgy szoktam mondani, hogy a bűnnek van kényszerítő hatalma és ereje az emberek életébe. Az extrém mélységben élő, megkötözöttségekben élő emberek, a drogosok, az alkoholisták, az internetfüggők, stb. Olyan erőknek vannak kitéve, hogy egy bizonyos idő után azt mondja, hogy ezt nem akarja csinálni, akkor miért teszi? Mert a bűnnek van kényszerítő hatalma és ereje, és a bűnözés világa ennél mélyebb. Nagyon nehéz abból a közegből kiszabadulni. Nyilván könnyű mondani azt, hogy legyen akaraterőd és legyen erőd, de az embernek nincs. Pláne, hogyha ha föl van égetve az a belső világa neki, és legyünk őszinték, a börtön nem nevel jobb embereket. Tehát sok rossz embert összetesznek egy kupacba, abból még soha nem sült ki jó, és ez egy egyszerű logika, tehát ez nem kell az embernek nagy tudásának lenni. De hogy ott is vannak emberek, akik őszintén ki akarnak ebből kerülni, és sokfajta erőfeszítés van a társadalom részéről, a börtönvilágát nézve, hogy megjobbítsák és megváltoztassák az embereknek az életét. Én azt gondolom, Istennek is van egy programja. Az Isten programja az 100%-os program. Tehát aki abba a programba belekerül, és őszintén belekerül abba a programba, és ő akarja ezt a programot, az nagyon fontos, annak az életében olyan gyümölcse fognak, és olyan változások fognak megjelenni, amire se az emberi szeretet, se semmi más erő, se az erőszak, és semmi más nem képes. Ezt a saját életemről tudom. És amikor én bemegyek a börtönbe, akkor tudom, hogy egy olyan üzenettel megyek be a többi közé, ráadásul egy olyan életpéldával megyek be a többi közé, ami az Istenre mutat. Azt mondja az Úr Jézus, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok ebben a világban, hogy az emberek lássák a ti jó cselekedeteitek, és ezért dicsérjék az Istent. És az, amit én ma élek, hogy 65 évesen egy 3,5 éves lányt nevelek, hogy 7 éves múlt a kisfiam, hogy tényleg egy becsületes életet él az ember, minden dicsőség ezért az Isten, és nem azért, mert nagyon stréber lettem. Én egy nap kétszer berúgtam, ha pénzem volt. Én volt, mikor úgy össze voltam szurkálva tűvel az oldalon, nem volt hely. Úgy néztem ki, mint a hipós üvegen az a jelent, egy halálfejt jelleg olyan voltam. És az, hogy most én egy normális életet élek, az egy olyan felülről való erőnek az eredménye, amit csak úgy lehet definiálni, hogy az Isten szeretete odahajolt az életemhez, és én ezt valamiképpen megragadtam és megfogtam. És ez ma is működik. Miből áll ez a program? Említetted, hogy az odahajoló szeretet, az Isten programja, ami a szabadságra vezet. Megragadható ezt? Mit tapasztaltok a misszió során? Pontosan, és ahogy hallgattam Lajost, azt jutott eszembe, hogy nem mindenki ugyanolyan áldásokkal és ajándékokkal indul az életbe. Tehát nekem az egyik legmeghatóbb és mindig szívbemarkolóbb élmény, amikor tökörre megyek a fiatalkorúakhoz. Ők, amikor a művészet által el tudják mondani, hogy ők nem hisznek abban, hogy az emberek szeretni fogják egymást, és lesz a szivárványnak újra színe, mert őket soha nem takarta be az édesanyjuk, és senki nem mondta azt, hogy boldog karácsonyt, vagy mi volt az iskolában. És hogyha ez az odahajló szeretet, akár művészeten keresztül is megjelenik az életükbe, én nagyon emlékszem arra a pillanatra, hogy megdöbbennek, és volt úgy, hogy egy-egy dal közben én azt mondtam, hogy ki találta ki ezt a sort, és akkor rám néztek, és azt mondták, hogy mert annyira rossz, és mondtam, hogy nem, ez annyira szép volt. És hogy elkezdik ezeket a szépségeket meglátni, vagy ezeket a hidakat megérezni. És én azt nagyon-nagyon szívesen elmesélem, hogy milyen szívbe markoló volt az a történet, amikor Tökölön az előadás volt, és az egyik főszereplő fiúnak nem jött el az édesanyja.
ő írt egy olyan dalt az anyai szeretetről, amit sosem tapasztalt, de úgy valahogy megálmodta, és együtt megbeszéltük, megírtuk ezt a dalt, és előtte, az előadás előtt 3 perccel mondta, hogy művésznő, nincs itt az anyám, és akkor mondtam, hogy nagyon sajnálom, ezt kihagyjuk majd ezt a dalt, nem kell, hogy elénekeld, hanem majd átugorjuk. És mondta, hogy nem, mert ezt nem teszem meg sem önnel, sem a társaimmal. És elkezdődött az előadás, és egyszer csak így elindult a színpadról, és elénekelte nekem. Uh-huh. És ez egy olyan pillanat volt, hogy én azt hiszem, hogy ott az ezredes úrnak, meg a börtönparancsnok úrnak sem maradt szárazon a szeme. Tehát, hogy a bizalmat visszaadja, vagy a felé fordulást, és azóta is nagyon szépen dolgozunk együtt, de hát majdnem minden börtönben tudnék ilyen élményt elmesélni, amikor nyitva volt a szívük, és csak azt várták, hogy ezek a szeretetnyilak úgy, meg a bizalom oda bejöjjön, és beletaláljon, és akkor ők sugározták ezt vissza. Gabi, neked is van egy olyan élményed a levelező társaddal, amikor egy nyíl eltalálta őt, Isten nyíla, a megtérés nyíla, amikor őt ért meg. Egy kérdésfelvetéssel kezdődött, hogyha jól tudom. Ezt nyilatkoztad egy helyen. Pont a bűnnel kapcsolatosan kérdezett valamit, ugye? Ezt szerintem fontos tudni, hogy mi a Mécsesben, a Mécses levelező szolgálatában, bár legtöbbször vallásos emberek vagyunk, meg ez egy börtönpasztorációs társaság, de nekünk szigorúan tilos hit téríteni. Tehát mi a lábmosás alázatos szolgálatát vállaljuk, mi nekünk nem az a dolgunk, hogy bárkit megtérítsünk. De azért a legtöbb levelezésben, tehát ha arról beszélünk, hogy nekünk mi fontos, akkor nem tudjuk kihagyni nyilván, tehát szabad róla beszélni, és már az elején elkezdett kérdezni, hogy nem vallásos, de hát ez érdekli, hogy mondtuk, hogy hát nem hagyhatjuk, hogy mi miért kezdtük ezt az egészet, és Ferenc pápa, meg stb., és akkor már rögtön elkezdte a keresztkérdéseit föltenni, és nagyon érdekes, izgalmas levelezésbe bonyolódtunk, mert a mi sablon válaszaink nem voltak elegek. Tehát sokkal jobban és mélyebben el kellett nekünk is mélyedni ahhoz, hogy jól tudjunk válaszolni a kérdéseire, de ez még csak egy ilyen intellektuális beszélgetés volt. És akkor a kisfiunk akkor volt harmadikos és első áldozó volt, és megírta a kis ákombákon betűivel az első gyónását és az első áldozását. Minden gyerek írt egy kis levelet minden hónapban. Csak megkérdezte a levelező társunk, hogy nagyon óvatosan, hogy elképzelhető, hogy ő is le tudja tenni azokat a terheket, amit a bűneivel cipel. És ez nagyon-nagyon megrázó volt a számunkra, és egy nagyon gyönyörű útját nyitotta tovább a levelezésünknek. Tehát én azt mondtam, hogy itt kezdett elmélyülni. Amikor próbáltunk erre válaszolni, mi hittünk szerint igen, és ebben végig kísérni valakit, és a részese lenni annak, hogy rajtunk keresztül szól ő hozzá az Isten, és hozzánk meg ő rajta keresztül szól az Isten. Tehát, hogy ez mennyire kölcsönös. És hát azóta megtért, és együtt próbálunk jobb emberekké válni. Azoknak, akik a börtönön belül megtérnek, 3 intézetben legalábbis Magyarországon lehetőségük van külön keresztény körletbe kerülni. Remélem, hogy a kifejezéseket jól használom, ha nem, kérlek, javítsatok ki. Mit jelent egy ilyen körlet? Miért más? Ha jól tudom, talán Vácon jött létre először Magyarországon egy ilyen, amit az APAK betűszóval rövidítetek. Kérlek, magyarázd meg ezt, Richard, ez pontosan mit jelent, és mi történik egy keresztény körletben? Nem is tudtam, hogy van ilyen. Igen, vallási körletnek nevezzük elsődlegesen. A lényeg az, hogy ugye APAK az elnevezése, ez egy angol mozaik szó, lefordítva nagyjából olyasmit jelent, hogy szövetség a fogadalmazott támogatására és segítésére. Maga a program az brazil hátterű, katolikus hátterű egyébként, és ott ez jól működött, aztán később készült egy film is, a címe az, hogy Szeretet nem luxus. A szeretet nem luxus, egész pontosan. Ezt 2008-ban látta a Váci Fegyház és Börtön akkori vezetősége úgy ezt a filmet, és azt mondták, hogy ezt a módszert jó lenne applikálni az intézet életére nézve, és éppen ezért 2008-ban jött létre az első APAK körlet Vácon. Ez egy vallási körlet, majd esetleg Lajos, mint meg tudja mondani, hogy hogy élte ő ezt meg belülről, de nagyon jó volt elő. Az első apakosok azt mondták, hogy nem kell ez a körlet, hiszen a sónak nem az a szerep, hogy a sótartóban legyen, hanem hogy bekerüljön és elszóródjon az ételbe, és azt megváltoztassa az ízét. De mégis aztán
mégis az abba körleg létrejött, és nagyon jól sikerült igazából. És azt kell mondjam, hogy a Váci Fegyházis Börtönnek, a hitéletének ők a motorja. Ők az elsődleges segítői, szolgálói. Ez mindig is így volt. Például van egy kis zenekarunk bent, és szinte kivétel nélkül alpakosokból áll össze. Egy egészen más, speciális részleg. 2008 óta működik, és ha azt mondom, hogy három emberre találkoztam, vagy tudok három emberről, aki bent volt apak részlegen, és onnan utána kikerülve visszakerült, három ilyen emberről tudok az elmúlt sok-sok évben, azért ez egy óriási dolog, azt gondolom. Saját szabályzat alapján élnek? Tehát igen. Egyfajta szabályrendszer a szabályrendszeren belül, ami az apakot jelenti? Igen, az első apakosok hozták létre az úgynevezett regulát, ami a 10 parancsolatra épül rá igazából. Alapvető dolgok vannak, kézenfekvő dolgok vannak benne, például, hogy nem beszélünk csúnyán, nem bántjuk a másikat, és ehhez hasonlók alapvető pontok, de mégis ezek meghatározók, és egészen kiemelik a börtön létből ezt a közösséget. Milyen volt egy ilyen körletben élni? Nem egy elszeparált területről van itt szó, hanem mondjuk van egy 100 fős körlet, azon belül mondjuk van 3 zárka, ami apakhoz zárka, általában ezek nyitott zárkák, és nyitott körleten van, ami annyit tesz, hogy úgynevezett nyitástól zárásig, a rabok a munkaid után még kóricálhatnak a folyosón, egyik zárkából átmennek a másikba, és akkor bejönnek egy ilyen helyre, én is zenélek, de egész amatőr módon, de azért Isten megáldja a kicsit is, és hogy mikor mondjuk valaki bejött, és pont mondjuk a sokszor úgy érzem, hogy szeröskadokat játszottam, vagy más nagyon fogyasztható keresztjén éneket, ami tényleg meg tudja szólítani az embert. Nagyon sok embernek a szemében láttam könnyeket, nagy nyeléseket, ahogy megérintette az a fajta atmoszféra, amiben ő hirtelen belekerült abba a légkörbe, ami tulajdonképpen Istennek a jelenléte. És ezzel csak azt mondom, hogy tehát nem vagyunk elszeparálva, hanem ugyanúgy munkahelyen dolgoznak lent, ugyanúgy a körleten vannak, ugyanúgy sétálnak a többivel. Én eleinte úgy tiltakoztam belülről, hogy ez nem egy jó dolog, hát jó vagyunk úgy, ahogy mi vagyunk, és akkor azt mondja a Biblia, hogy Krisztus jó illata a hívő ember, hát akkor ne egymást illatozzuk, hanem ott, ahogy vagyunk, és igen, és aztán volt ennek nagyon jó vonzata, többek közt a beszélőkét, és 3 órás beszélőink voltak, aminek több, mint a fele istentisztelet volt. És a hozzátartozók szembesültek bizonyságtételekkel, amikor valaki például látta a fiának vagy a férjének a vallástétet, hogy feláll és beszél arról, hogy Isten mit végzett el az életébe, hogy mit tudom, ilyen gyűlölködő volt, hogy milyen volt fertőzött a gondolatvilága, és már nem olyan, és erről nyíltan beszélt. Aztán maga a Biblia kör, ami egy népesebb létszám, de az apak benne van. Volt egy időszak, amikor megengedték, több mint 10 börtönbe voltunk, 10 valány börtönbe. A rabok a raboknak evangéliumot hirdetni, döbbenetes. Egy rabszállítót megtöltöttek 32 emberrel, több nem fért bele, és volt, mikor menet közben énekeltünk egy dicséretet. Nem tudom, mit gondolt az mondjuk, amikor a rabszállító megállt egy zebránál, vagy egy pirosnál, és kívülről a járókelők hallották, hogy bent énekelnek, ráadásul keresztjén éneket. És akkor úgy nézett ki egy ilyen alkalom, mondjuk 5 dicséret és 5 bizonyságtétel. És nálunk soha nem az volt a probléma, hogy kit kelljen kihúzni bizonyságot, hanem abból volt még a sértődés, hogy én miért nem mehetek, és miért nem állhatok ki. Tehát úgy égtek belül az emberek, úgyhogy egy nagyszerű kezdeményezés volt, és nagyon jó a statisztikája neki, mert tényleg a visszaesés a töredéke az átlagnak, úgyhogy ez egy nagyszerű kezdeményezés, bár csak minden börtönben lenne, és már csak nagyobb létszámmal. Igen, és Isten mindenféle úton munkálkodik, tehát hogy azt kell, hogy mondjam, hogy én ugye a Váci elítéltekkel együtt dolgozom, tehát ismerem ezt a csoportot, és látom is, hogy egy közösség, viszont a többi fegyházban ez nem így van. Pontosan a művészet által épül meg az a csoportkohézió, amelyüket összetartja. Tehát, hogy ők mindenhonnan, minden körletből önkéntes alapon oda kerülnek, és ez nagyon szép, mert amikor jött a 10 parancsolat, vagy jöttek a bűnök, akkor egy ilyen... 10 parancsolat úgy jött, bocsánat, hogy feldolgozták 10 igen, magyarországi büntetés-végrehajtási intézetben egy-egy parancsolatot mindig. Pontosan, és én nagyon hálás vagyok a belém vetett bizalomért, mint a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsnak, mind a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának, és így jött ez, hogy
10 vegyintézet, hát akkor legyen a 10 parancsolat. És tényleg ilyen tetszőlegesen osztottuk el, hogy akkor kinek melyik jut, azért volt benne célzottság, és nyilvánvalóan... Apádat és anyádat tisztelt például a fiatal korúaknak. Például tökölön is. Ez egy gyönyörű felismerés volt, hogy most felhoztad, Gergő, hogy ott ültek ezek a fiatalok, akikről ezelőtt beszéltem, és akkor azt mondjuk, hogy tiszteld apádat és anyádat, és azt mondja, hogy ő, akit a kórházba ott hagytak. És ahogy rájöttünk együtt órák alatt, hogy igen, tiszteljük őket, mert megadták a lehetőségét annak, hogy megszüles, hogy életet kapj, választhattak volna mást is. És egy olyan mintát mutattak, amit te nem szeretnél követni, hanem te igazán szeretnél majd a te gyerekeidnek jó édesapja lenni, és ez nagyon-nagyon szép volt ez a felismerés, de ugyanúgy, ahogy Szegeden, amikor majdnem 20 férfi azt mondja, és több száz év állt a színpadon, hogyha a büntetésüket nézzük, hogy, és úgy szól a parancsolat, hogy ne ölj. És pontosan az egész alkotási folyamatnak, amikor tükröt tartottak maguk elé, ez volt a konklúziója, hogy bennük valóban megszületett a bűn felismerése, ennek a súlya, szembesültek a tettőkkel, tehát én átéltem olyan pillanatokat, amikor összeroskadtak alatta. Tehát, hogy egyszerűen a művészet által átélték sokkal mélyebben a kimondhatatlant, és valahogy megfogalmazódott bennük, és ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, és azt érezték, hogy ők a társaiknak valóban például szolgálhatnak. Ők valahogy a saját képességeikre is ráébredtek, hogy ja, én már nem a, nem tudom én, kettes számú ágyon fekvő elítélt vagyok, hanem ő az, aki nagyon szépen tud énekelni, vagy ő írt azt a szép dalszöveget, vagy ő nagyon-nagyon viccesen szerepel abba a darabba. Tehát saját maguk értékeire is rá tudtak jönni. És az, hogy ezt én így mentorálhattam, ez azt mondom mindig, hogy az életem egyik legszebb ajándéka volt, hogy láttam emberekben megszületni azt, hogy egyszerűen hálát tudnak adni Istennek az életükért, és kérik a változás lehetőségét, és reménykednek az újrakezdésben. Ahogy beszéltek, úgy teljesen egyértelművé válik, hogy lehetséges a legreménytelenébb helyeken is közösséget szervezni, építeni. Ilyenről szerettem volna mesélni, így van, hogy nagyon szép az apak, de sajnos én, amennyire én tudom, oda azok kerülhetnek, akik mondjuk 5 éven belül szabadulnak, vagy legjobb is ilyen nagyon szigorú szabályok vannak, meg akivel tartja a kapcsolatot a családtagja, akikkel mi levelezünk, azok általában hosszú ítéletesek, akiket már mindenki elhagyott, és nincsen senkiük. És mi leszünk a családjuk. És nem csak a levelező társuk, hanem először egy levelezéssel kezdődik, és ahol sok levelező összegyűlik, legtöbben Szegeden vannak, ott mi erre közösséget tudunk építeni. És Szegeden most már a második közösségünk indult el, és ebben bejárnak a missziósok a levelező társukhoz, együtt vagyunk, és kölcsönösen úgy érezzük, hogy egy nagy család. Tehát én láttam Szegeden 2 színdarabot is, a Neőt is, meg az Irigységet is. Mi úgy ülhettünk, úgy kaptunk engedélyt a megnézésére, hogy a saját levelező társaink mellett, tehát mi ilyen piros pólóba megyünk be, és ez a remény színe, és akkor egy piros, egy mákos, egy piros, egy mákos, tehát ez egy ilyen színház élmény volt, és úgy nézhettük őket, mint az anyuka az iskolai színdarabnál, és ez óriási élmény volt, és maga ez a család egy olyan megtartó erő, hogy azt reméljük, hogy ez folytatódik szabadulás után is, és nekünk is nagyon sokat ad, tehát, hogy van. Akár nektek, Gabi, akár az elítélteknek, pontosan mit ad? Nehéz jól megfogalmazni. Az ember azért indul, mert adni akar másoknak, és azt hiszem, hogy akkor kapja százszorosan vissza csak, hogyha ezt ő önzetlenül csinálja. De ha mi ezt tényleg önzetlenül csináljuk, akkor tényleg azt érezzük, hogy mi olyan lelki ajándékokat és lelki kincseket és lelki élményeket élünk meg, találkozást az Istennel. Tehát ha mi ott vagyunk akár egy ilyen színdarabon, akár ha nincs is színdarab, de találkoztunk, és ott vagyunk a börtönkápolnába együtt, 25 fogva tartottal, akkor
sokszor érezzük azt, hogy hát most a mennyezet is mivel leszakad, mert itt valami akkora dolog történik, és hogy ott van közöttünk az Isten. Tehát azért mondja, azért, mert a Bibliában egy börtönben voltam, és meglátogattatok. Tehát nem Jézusnak van szükség, hogy meglátni, nekünk van szükségünk arra, hogy oda menjünk, és nem csak a fogvatartottot találkozni, és az Istennel, erről a Lajos hitelesebben tud mesélni, hogy mit él meg, mert mi is sok visszajelzést kapunk, de én azt tudom hitelesen elmesélni, amit én élek meg, hogy mi azért megyünk oda, hogy találkozunk az Istennel. Olyan fontos dolgokat mondtatok ki, közösség, találkozni Istennel, börtönkápolna. Tehát lehetséges? Lehetséges a börtönben találkozni valóban az élő Istennel? És lehetséges ott átadni az életet, átadni valakinek azt az örömhírt, ami megmenti őt? Igen, én azt gondolom mindenképpen, sőt, hogyha az ember mindig hátrál Isten elől, mert ugye van rengeteg énkénvédő mechanizmusunk, hogy azért nem vagyok rossz ember, az ügyvéd volt rossz, az ügyész volt gonosz, a bűntársak voltak a hibásak, és sorol, mások vittek rossz utakra engem, ezt ismerjük, de amikor az ember elég soká hátra, a börtönben már nincs hova, és akkor előbb-utóbb az van, hogy akkor úgymond legyőzi őt az Isten. És ez egy fantasztikus dolog, a legjobb dolog az ember életünk, az megtörténik, hogy az Isten legyőz engem, meggyőz arról, hogy ki vagyok én valójában, tükröt állít elém, megmutatja, ki vagyok, és utána pedig, ha az ember megadja magát neki, akkor az Isten átformálja, megújítja, megeleveníti. Azt is el kell mondani, hogy valaki nem akarja ezt. Vagy olyat láttam, hogy akkor még nem akarja, aztán évekkel később Isten másképp munkálkodik benne, de ennek van egy kegyelmi ideje, hogy mikor tud az Isten engem megragadni, úgy, ahogyan én már nem tudom magamat, ahogy én már nem tudom magamat kivonni alóla. Vagy ahogy Pál apostol mondja, azt mondja, hogy igyekszem, hogy megragadjam a Krisztust, mert ő már megragadott engem, és ez egy nagyon mély kapcsolat, és valóban a börtönben ez megtörténhet, és ténylegesen ott tud igazán megtörténni, azt gondolom. Többször utaltatok már a reintegráció jelentőségére, és nagyon fontos szerintem, hogy erről még beszéljünk pár mondatot, mert ugye azért a legtöbben, hál' Istennek, nem tényleges életfogytiglanosok, hanem eljön a szabadulás pillanata, előbb vagy utóbb, de eljön, és akkor ott van a keresztény közösség felelőssége, hogy segítsen megmaradni annak, aki szabadult. Hogyan működjön ilyen esetben egy keresztény közösség, akár egy gyülekezet? Mit tehet, és mi az, amit ne tegyen, hogy valóban segíthesse a társadalomba való visszaintegrálódását az egykori elítélnek? Azt gondolom, hogy ez nem egy olyan terület, hogy szakadoznának a hálók, hanem ez szinte teljesen üres. Nem azt mondják sok helyen, hogy ne gyere ide be a közösségbe, hanem hogy ha éreztetik az emberrel, nagyon szenzitív az ember, aki ült a börtönben, nagyon érzékeny dolgokra, és egy gesztus, egy nézés, egy fintor, őt úgy érintheti, és úgy érint, hogy azt mondja, hogy többet nem megyek ebbe a közösségbe. És felvetődött a kérdés, hogy mit csináljanak mondjuk keresztény közösségek, és a válasz tényleg az rá, hogy a szeretet az mindig kockázattal jár. Az, hogy én a másik embert, aki egy ilyen rovott múltú, befogadjam egy közösségbe, vagy hova tovább, talán egy családba, ez nyilván kockázattal jár, és vannak talán olyan rossz megtapasztalások egy-egy gyülekezet részéről, ami talán azt indokolja, hogy elhatárolódnak attól az embertől, aki már volt büntetve. Amikor én nekem fölteszik ezt a kérdést, hogy mit csináljanak egy-egy közösség, akkor a válasz mindig az, amit az előbb mondtam, hogy ez kockázattal jár. Az, hogy én megnyissam az életemet, megnyissam a gyülekezetet egy olyan ember előtt, aki volt büntetve. Én, amikor szabadultam, a Tahitótfalui Baptista gyülekezet nyitotta meg a maga a gyülekezet előttem a kapuját, és az volt számomra egy olyan ugródeszka, vagy egy olyan mentőöv Isten népét tekintve, és rajta kereszt az Isten, aki, hogy el tudtam indulni ezen az úton szabadulás után. És hát adja az Isten, hogy gyülekezetek legyenek így nyitva szabadultak felé, és itt talán ide tartozik még az, hogy a országosan a mi részünkről mondom van, például ha valaki akar ebben a misszióba becsatlakozni, a Magyar Evangéliumi Börtön Misszió, aminek a honlapja fent van az interneten, hogy lehet ebbe a misszióba csatlakozni, vagy most például a Baptista Egyházon belül van egy önszerveződő női misszió, a női börtönben voltak nemrég szolgálni, és el is kezdődött ott egy szolgálat,
és az is fellelhető a Facebookon, vagy éppen az egyháznak, hogyha valaki címez egy megkeresést, tehát vagy akár a levelező szolgálat, amit a Gabrielláék csinálnak, tehát hogy nagyon nagy az igény rá, nagyon sok fogvatartott, én tudom, közel 20 000-en vannak a börtönben, magyar börtönökben, akik töltik a büntetésüket, és vannak olyan börtönök, amik elég fehér folt a misszió tekintetében. Tehát misszió sosincs elég, és vannak missziós csatornák, akik nyitva vannak ezek előtt a testvérek vagy emberek előtt. Igen, és ezek missziók szerintem hatásokat eredményeznek, és a hatás az mindig változást hoz. És ezt mindig hangsúlyozom, hogy mi nem mentjük föl az elítélteket, legalábbis az én misszióm a bűneik alól. Tehát ezt nagyon fontos elmondani. Mi csak egy utat mutatunk, mi csak egy hidat kínálunk önmaguk és egymás felé is a művészet által. Tehát ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ők ott szembesüljenek, és legyen egy bűnbánat, legyen egy bocsánatkérés, és azután el tudjanak indulni ezen az úton. És hogy, ahogy Lajos mondta, hogy lehet a misszióba kapcsolódni, azért ez egy nagyon szép dolog, hogy nekem is vannak néha olyan találkozásaim, nagyon kevés alkalommal, de például egy bevásárlóközpontban találkoztam, éppen a kisfiammal voltam, és valaki rám köszönt, és mondta, hogy jó estét, művésznő, megismer. Hirtelen a sok arc közül nem tudtam, hogy éppen ki is ő, és mondtam, hogy sajnos nem, és mondta, hogy ő Mária Nostrán volt az én csapatomban, és hogy éppen tegnap szabadult. És hát hirtelen nem tudtam azért, hogy mit is mondjak, és mondtam, hogy de ugye tudni fogja majd a helyes utat, és ugye biztos, hogy nem lesz semmi gond. Mondtam én a saját kis szerény eszközeimmel, és akkor mondta, hogy higgyem el, hogy nem, mert ők próbától próbáig éltek, és egyébként nem tudok egy jó énektanárt. És ez annyira jó volt, hogy a kisfiam utána azt mondta, hogy anya, ez nagyon vagány volt. Tehát, hogy ez valóban el lehet indulni egy ilyen irányba is, és tényleg nekünk az a feladatunk, hogy ott az esélyt mutassuk meg, hogy a reményt, ami ott a cellák bűnhődő magányában van, hogy igen, föl lehet ismerni, hogy hol a helyes út, és kinél van a helyes út, és aztán el kell ezen indulni. A reintegrációhoz szerintem két fél kell, tehát, hogy nagyon sokat beszélünk arról, hogy a fogvatartottaknak mibe kell változni, őket hogy kell elindulni, de nagyon jó volt a kérdésed, hogy és a közösségeknek hogy kell őket fogadni. Tehát legalább annyit kell nekünk is változni, és én is ajánlani akartam a börtönmissziót a keresztény közösségeknek, mert hogy amikor mi bemegyünk a börtönbe, akkor nagyon sok mécses levelező, ha megkérdezik, hogy mi az élménye, azt szokták mondani, hogy ez az egész mécses levelezés egy óriási önismereti kurzus. Mert amikor mi bemegyünk, akkor azért azt gondoljuk, hogy hát persze, nekünk is vannak bűneink, én is szoktam veszekedni a gyerekkel, én is nagyszájú vagyok, meg ítélkedett, azért embert csak nem öltem, tehát azért úgy van egy képünk magunkról, és bemegyünk, és szembesülünk azzal, hogy pont ugyanolyan emberek, mint mi, szembesülünk az élettörténeteikkel, és szembesülünk a saját előítéleteinkkel, a saját farizeusságunkkal, és nagyon sok olyan dologgal, amitől mi tudunk megváltozni, és egy kicsit alkalmasabbak lenni arra, hogyha majd jön egy Lajos a közösségünkbe, akkor mi őt szeretettel tudjuk fogadni. Különben mit csinálunk ugye a börtönbe levő közösségen kívül, a börtönkúziósokkal együtt van egy olyan közösségünk, amiben szabadultakat kint szeretettel várunk, ahova egy szabadult, ha eljön, akkor ő a díszvendég. Akkor nem kiközösítve van, és akkor ezzel egy kicsit szeretnénk segíteni ezt az átmenetet. És ez nagyon fontos, amit mondott a Gabi, hogy ne legyünk farizeusok. Tehát, hogy ne az legyen, hogy ez nem az én ügyem, ebből ki szeretnék maradni. Tulajdonképpen az, hogyha segíthetünk, és megmutathatjuk a szeretet útját, az számunkra is kegyelem. A beszélgetés végén arra kérlek titeket, hogy egy-egy támpontot adjatok. Ti dönthetitek el, hogy éppen olyan emberhez szeretnétek szólni, aki talán börtönfalai között hallgatja meg ezt a beszélgetést, vagy olyanhoz, aki azon kívül. Hogy induljunk el? Mert én azt szűrtem le az elmúlt 50 percben, hogy mindannyiunknak változni kell. Én azt szeretném elmondani, hogy
gyönyörűen fejlődik a Mécsesnek a missziója. Most már 150 önkéntesünk van szerte az országban, de most utoljára az aktuális szám az, hogy 89 fogva tartottnak a bemutatkozó levele válaszra. Ezt egy segélykiáltásnak lehet tekinteni, és mi nagyon keresünk és várunk olyan embereket, aki akár egy kerekes székből, akár kisgyerek mellől egy havonta egy levélírását be tudja vállalni, és ezzel akár a saját életét és hitét is el tudja mélyíteni, úgyhogy várjuk a jelentkezőket. Az én üzenetem talán az a klasszikus üzenet a Biblia tükrében belenézve, hogy az Úr Jézus Krisztus ma is keresi az embert. Az Úr Jézus nem nézi azt, hogy honnét jön az ember. Nem a múltjára tekint, hanem a szívére, és őnek az a fontos, hogy hová akar az ember menni. Ma még nyitva van a menny. Itt ebben az asztaltársaságban azt láttam, ahogy szétnéztem, hogy legalábbis ez az én benyomásom, hogy mindenki mosolyog. Van egy belső derű. Nyilván van egy kis feszesség is, mert 1000 kamera, meg mit tudom én, de hogy van egy belső derű. Azt mondja az ige, hogy Isten országa nem evés, ivás, hanem igazság, békesség és az ő lelkébe való öröm. Hogy ezt az örömöt kínálja az Isten és a misszión keresztül azoknak a raboknak, akik rácsok mögött vannak, és be vannak zárva, és azoknak a raboknak, akik kint vannak rácsok mögött, mert mindenki annak a rabja, ami őt legyőzte. És Isten ma is szabadít, ma is képes az embert megváltoztatni. Nagy kérdés, hogy kell ez az embernek. Talán ez az üzenet, hogy Isten nagyon szereti az embert, és valami olyasmit tud az ő belső világával tenni, amit mi egymással nem. Itt most étkeztünk, és megettük, amit elénk hoztak, és táplált bennünket. Ennyire személyes az Isten. Személyesen kell hozzámenni, és személyesen kell elvenni tőle az üdvösséget. Semmi más nem kér az Isten. Csak azt, ami tulajdonképpen a világ nem kíváncsi rá. Az embernek a múltját és a bűnét kéri az Isten. És neki van hatalma azt eltörölni és elvenni, és valami újat adni. Hát tulajdonképpen én csak hálát adok, hogy ezt a szolgálatot tehetem, hogy a művészet számomra nem öncélú, hanem az, hogy embereket ezáltal gazdagítsak, szebbé tegyem az életüket, és én azt hiszem, hogy meg kell mutatni, hogy lehet, hogy a szeretet kockázat, de ez az életünk legnagyobb ajándéka, és a legnagyobb kincsünk. És mutassuk meg azt, akár az elítélteknek, akár embertársainknak is, hogy szeretni, az valóban fentről jön, és a legjobb dolog. Nekem a lelkészi szolgálatban két nagy örömteli dolog szokott történni, vagy két igazán örömteli dolog, inkább így fogalmazok. Az egyik az, amikor egy ige kinyílik előttem. Imádkozom fölötte, csendességet tartok, és kinyílik az ige is, mint egy rózsa kitárul. Ez az egyik. A másik az, amikor egy ember felé elmondom az evangéliumot, akár bent, akár kint a kinti világban is, és ez az ige, ez eltalálja őt, és ugyanígy kinyílik az az ember is, mint ahogyan az az ige is korábban, és én azt arra bátorítok mindenkit, hogy engedjük magunkhoz közel Isten igét, és higgyük el, hogy ő át tudja formálni az életünket, és legyünk erre készen, adjuk át magunkat neki, mert így lesz teljes az életünk. Ha az életünket az ő kezébe tesszük, akkor lesz valóban azzá, amivé ő megalkotta és eltervezte, és ez a legjobb dolog az életünkben. Én erre szeretnék bátorítani mindenkit. Nagyon szépen köszönjük a bátorítást. Köszönöm a beszélgetést nektek. Önöknek pedig, kedves nézőink, köszönöm szépen a figyelmet. Ezt a műsorunkat és minden korábbi beszélgetésünket is újra megnézhetik a mediaclick.hu oldalon, illetve a Bizony Isten YouTube csatornán. Várjuk Önöket az Agapé asztalához a jövő héten is. Addig is, Isten áldja Önöket!